Ya işte. Dinler. Sziasztok gyerekek, ez itt újra a TS Channel, és a mai videóban megnézzük, mi van a csábos külső mögött. Ami nem más jelentene, mint hogy ugye nagyon szeretik az emberek ezeket az újfajta, ezeket a reklámfogásokat, hogy egy klipben minimum tegyünk bele egy bikini felsős lányt, és egy filmben is minimum kellettnek lennie, borítóképeken is kellettnek lennie, mert amúgy meg nem jönnek a megtekintések. És most ez a videó ezért készül. Igaz, mivel hogy ennek a borítóképen is ott lesznek, ezért ez is igazából azt alkalmazom, amit eddig alkalmaztak, tehát akkor én is köcsög vagyok. Tehát saját magamat parodizálom ki. He fucked up. Lényeg a lényeg, hogy ez a videó arról szólna, hogy hát van pár videóklip, ami igazából erre épül fel, hogy azért is nézzék, ne csak a számért nézzék, hanem azért is, mert vannak benne csajok. És igazából ez kívülről nagyon jól néz ki. Most mutatok is nektek egy példát. Tehát most mutatok egy részletet, tehát ugye milyen jól néz ki, azért nézzük már, milyen jól nézzük ki, meg az igen, ugye, fúha, és akkor így kívülről nagyon jól néz ki. De belegondoltatok már abban, milyen az, hogyha megállítunk pár jelenetet? Most erre szeretnék nektek példákat mutatni. Jó, bocsánat. Tehát... tipikusan felmerül az a kérdés bennünk, hogy miért veszünk alulról valamit. Persze táncikálva meg tobban azért milyen jól néz ki videón, de nem tudom, tehát ha így meglátsz egy képet, elsősorban főleg itt oldalt fent az a majom, pof, ez itt nagyon szép, de hogyha így meglátsz egy képet, akkor nem biztos, hogy az ő teszed be előre, hogy ezek milyen jól néznek ki. Kibarul a Billy, a debil a bully Billy. Tehát szintén ugyanabban a szituációban vagyunk, próbálunk kemény csajok lenni. Ilyen mozgásokat nyomni, és akkor megállítanak minket egy bizonyos pillanatban. Egyébként ez minden videóra igaz, hogy ha megállítod egy bizonyos pillanatban, akkor az a kép elég vicces tud lenni. Például, ha most kimerevítek ilyen, beszélek normálisan, és ki fogom merevíteni ebből a beszédből pár jelenetet, és meg fogjátok látni, hogy elég érdekes pofákat tudok én is vágni, hogyha kimerevítek pár jelenetet. Amikor 3 liter viszkis kólát letolsz, utána nézel körülbelül így ki. Mint ez a csaj. Te Juli, hát látod a sminkemet? Nem, Sanyi, nem látom a sminkemet. Mi Sanyi? Te Juli, én lágy vagyok. Bocsánat, már is kámáltam, azt hittem, hogy Sanyi vagy. Uha! Elkaptam egy... Bocsánat. Nem bírom egyszerűen végig. Elkaptam egy megint nagyon jó pillanatot, ugye természetesen mindenki azt mondja, hogy milyen jól eltáncolgatnak ott a ágyom fürdőruhában. De amikor meglátod ezt a debil fejet, akkor... kicsit elgondolkozol azon, hogy... tovább akarod-e nézni ezt a klipet. Én azt javaslom, hogy sose állítsatok meg klipet, mert abból mindig rosszul sül ki. És íme e utolsó gyönyörűséges kép, amelyen megtanulhatjuk a szelfizés örök szabályait. Sose szelfiz klip közben, mert pórul jársz. Minden esetre ezzel a gyönyörűséges képpel szeretnék tőletek búcsúzni mára, hogyha szeretnétek, hogy legyen még ilyen videó, vagy ez legyen egy sorozat, akkor ezt megtehetitek, hogy megszavazzátok ott fent az i betűnél, ami most várjál, most fog felugrani, és ott meg tudjátok szavazni, hogy legyen-e folytatás. Én mindenképpen örülnék, hogyha lenne ebből folytatás, mert én nagyon élveztem, és nagyon jókat röhögtem rajta, és remélem, hogy titeket is meg tudtalak ezzel szórakoztatni. És akkor ne felejtsétek el, hogyha tetszett a videó, akkor
osszátok meg ismerőseitekkel, hogy ők is nevethessenek rajta egy jót, illetve nyomjatok rá egy lájkot, valamint hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy te is TS tag legyél. És a harangocskára is nyomjatok rá, mert a YouTube szar. A legközelebbi videóban találkozunk, addig is, sziasztok! We'll be right back.